Hát szervusz, kedves nővérem! Képzeld, azért hívtalak, mert kezembe került az a rajz, amit kaptam tőled, és gondoltam, felidézhetnénk pár emléket Japánról. Tényleg, már most van több mint egy éve, hogy nálam voltál, úgyhogy jó lenne egy kicsit együtt nosztalgiázni. Igen, Naganóba érkeztünk a téli olimpia városába, és itt még alig láttunk valamit Japánból, de már ez nagyon kedves emlék. Itt volt a téli olimpia, 98-ban. Ugye egy éjszakai járattal jöttünk, és fogalmam se volt, hogy hova érkezünk, aztán kiderült reggel, hogy Julcsi Naganóba hozott. Első napon beledobtalak téged így a japán kultúrába, egyből elmentünk abba a buddhista templomba. Ott kaptam tőled egy kis ajándékot, emlékszel, hogy mi volt az? Egy szerencse mandala. Na, ez egy ilyen kis védő amulett volt. Eljöttünk a Zenkoji-ba, Nagano legnagyobb buddhista templomába, és ez egy nagyon régi templom, és most megnézzük a reggeli szertartást. És az első benyomásom Japánról tényleg ez volt, hogy barátságos emberek, ott a gyerekek, a buddhista szerzetesek. Konnichiwa! Furcsa egy család vagyunk, nagyon szeretjük körülményes túrákkal jutalmazni magunkat, így az Japánban sem maradhatott el. Viszem a Matyit következőre. Ki tudjátok találni? Annyit mondok, hogy az erdő közepén lesz. Az a vonatút az nekem annyira beleégett így az emlékezetembe, hogy egy teljesen ilyen japán rajzfilmen éreztem magam, amiket régen mutattál az ilyen Totoro meg hasonlók. Ha a molnárok elmennek sétálni, akkor abból vagy tortúra lesz, vagy valami eszement úttalan utakon történő szenvedés. Hát végül is, amiért mentünk, a fürdőző majmokat nem láttuk. Ja, igen, sajnos. Ilyenkor még nem nagyon aktívkodnak. Amúgy visszamentem utána télen, síelés közben, és megtaláltam őket, és nagyon cuki. Na most megmutatom, hogy amúgy mivel cirkáljuk körbe Japánt, mert akármennyire is jól hangzik, hogy 100.000 km per órával száguldó Shinkansen vonatokkal lehet menni, rohadt drága. Úgyhogy mi éjszakai buszokkal közlekedünk, városról városra. A buszon alszunk, és napfelkeltére pedig pont a legszebb helyeken már le is rak. Odaérkeztünk hajnalban Kyotóba, és rögtön a bambusz erdőbe mentünk, meg a kis dombokra, meg a kis növénykertekbe, hogy megnézzük, hogy milyen Japánban a természet. Úgy érzed, mintha természetes lenne, de igazából nagyon-nagyon sok munka van mögötte, például a bambusz erdőben. Ott egyfolytában dolgoznak rajta munkások, hogy kitisztítsák, hogy szépen nézzek ki. De amikor ott van az ember, akkor nem nagyon érzi azt, hanem csak úgy érzi, mintha egy ilyen nagyon durván tökéletes helyen lenne. I'm so cold. I need you. I'm alright.
jártam fel a bambuszerdőbe, de ez meglepett, hogy ilyen kis bambuszkák helyett itt ilyen ekkora vastos darabok vannak. És amúgy én itt még elég beteg voltam így az utazásunk elején, úgyhogy nagyon jó tett ez a frissítő környezet, ott le is feküdtem kicsit aludni. Hihetetlen cuki lények vannak itt, a különleges kis kutyáktól kezdve, a majmokon át, a szelid őzekig. A halacskák. Ja, a halacskák, a kis pontyok, meg a Godzilla. Azt... Ja, azt is beleszámolhatjuk. Japó majmocskákat keresünk. Ott vannak? Itt a kérdés. Milyen majmokat találhatunk meg ebben a parkban? Csimpánz, makákó vagy gorilla? Cica. Te. Igen! Elmentünk a majomdombra, ami egy ilyen kis mini állatkertszerűség, de amúgy jól élnek ott. Na és akkor végül is mi lettünk kedvezve zárva végére. Nem pedig a majmok, ami érdekes fordulat volt. Olyan csodálatosan összerakott kertek vannak, mint sehol máshol talán. Olyan módon van összehozva, hogy azt hiszem, hogyha ez így az égből pottyant volna, mert még azonban nagyon sok munka van mögötte. Eljöttünk a lehető legjapánabb japán kertbe, Kinkakuji. Az aranytemplom. Majdnem sikerült kimondanod, Jui. Ja. Szóval arról híres ez a Kinkakuji, hogy a harmadik Ashikaga shogun építette, hogy mind a három szint különböző stílusú legyen. És valami fogyatékos leégette, de aztán újra csinálták az és egészet. És ami megmaradt az eredetiből, az a főnix a tetején, szóval ja, ezt csekkoljátok le. Első nap vége volt Kyotóban, megnéztük milyen a japán szállás, az fix, hogy kicsi, kapszula hotelek, meg zsúfolt szobák, de amúgy praktikus. Ohayo gozaimasu, ez itt a szállásunk. Szóval egy ilyen szűkös kis lakosztály van. Jó reggelt! Ez itt a konyha, és a híres nevezetes japán WC, amit most nem fogok megmutatni, de annyi a lényeg, hogy vannak ilyen különböző mosó módszerek. Kimesz! Itt a kimesz! Kyoto második napon templomokat néztünk, és nagyon sokfélét találtunk amúgy. Ott az egész domb így végig ilyen különböző templomokkal. Van barna, van narancssárga, van ilyen kő, ilyen szürkés. Ragyogó napsütés, és most itt vagyunk Kyotónak a szívében. Itt folyik a Kamogawa, Kamo folyó. Vannak benne pontyacskák. Itt a bajszá. De ez a pagodás dolog, ez honnan jön? A sztópából ered. Ja. Ami azt jelenti, hogy belül Gautama Buddhának az erekéjét tartják elvileg. És pagodából van 5, 7, 3, meg nem tudom hány emeletes különböző. Azért is nagyon jó, hogy most vagyunk itt Japánban, így november közepén végén, mert meg tudjuk csodálni a piros fa leveleket, amiket a japánok momijinek vagy koyónak neveznek. Külön ki is vannak jelölve ilyen spotok, hogy honnan a legszebb. És azt hiszem, ez bőven kiérdemel egy ilyen nevezést, ez a Kiyomizu-dera, amihez most reggel feljöttünk. A Japánban belépünk egy templomba, kezet és szájat mosunk. Kicsit így lenyugszik az ember, hogyha belép egy ilyen helyre. Azért mondjuk nagyon helyre. Sokan vannak egy-kettőbe, de... Jó, hát Kyotóban igen.
zen állapotba szerettünk volna kerülni, kipróbálni, hogy milyen lehet az, legalábbis én. Ez itt az Entokuin, egy zen templom, és a barátnőm, japán barátnőm adta nekünk a tippet, hogy ide kéne jönni. Ki lehet próbálni ingyen szútramásolást és a meditációt, amit a zen buddhista szerzetesek gyakorolnak. Matyi bemeditált itt. Tőlem azért eléggé távol áll ez, viszont érdekes, érdekes, ez biztos. Te már így jobban, az évek során jobban igen. Tudsz azonosulni vele? Igen. A lenyugvással szeretek azonosulni. Nekem valahogy nem ment, próbáltam, de... Gyakorolni. Igen, azt érdemes. Is gyakorolni kell. Aranyberakásos süteményt kaptunk, meg mocsateát. Mocsateát. Eléggé keserű. Ezért sokszor szoktak hozzá enni ilyen édességeket. Keserű algás. Szerintem még a madár is emiatt sikítozik ennyire. Ez nem finom. A kis soska leves. Sok mindent kipróbáltunk azért, és nem csak sushi van Japánban, bármilyen meglepő. Leveseket ettünk, ilyen... Ramen, udon, soba. Neked így már pár év után lehet, hogy kicsit uncsi, de nekem minden nagyon jó volt ott. Kedvencem az így is a 7-Eleven-be kapható legolcsóbb kis háromszög alakú onigiri szendvicske volt, algába tekert kis rizses finomság. Ez mi? A rizst addig küfölik, amíg ilyen ragacsos massza nem lesz belőle, utána pedig kinyújtják, és egy kis portátnak a tetejére, hogy összeálljon. Mi meg addig kóstoljuk ingyen, amíg el nem küldenek minket. Csokomint, matcha. Nagyon finom, epres. Kövön sült káposztás lepény. Kyoto harmadik nap reggelén fogtuk magunkat, és vonatra szálltunk egy kicsit távolabbi helyet megnézni, a narancs pálcikákat. Fushimi Inari Taisha. Itt vagyunk reggel 7-kor a narancssárga pálcikáknál, úgy tűnik még ez se volt korán, eléggé, mert már nagy tömeg van. De most még azért tudjuk élvezni, anélkül, hogy minden másodszor belebotlanánk valakibe. Én azon lepődtem meg, hogy azt hittem, hogy ez egy ilyen kis rész, ahol mindenki fotózkodik, de közben az egész dombon egy ilyen labirintus hálózatba így mennek a pálcika sorok. Ez a Fushimi Inari Taisha, a Shinto nagy szentélye Kyotónak. És azt kell tudni, hogy Japánban a Shinto mellett a buddhizmus a másik legnagyobb vallás, ugye? De ez a kettő nem zárja ki egymást, szóval egyszerre gyakorolhatod mindkettőt. Kis cica. Utolsó nap összejöttünk kicsit a barátokkal. Egyedül jöttem Japánba, nyilván, ezért szinte létfontosságú volt nekem, hogy barátokat is szerezzek, és hát hálás vagyok, hogy sikerült. Azt hiszem mindent sikerült megnéznünk Kyotóban, így a végére már nem is tudnánk mást kitalálni. Majdnem 1000 évig volt főváros, és tele van ilyen régi dolgokkal, úgyhogy nagyon élveztem ezt a 3 napot, hogy Matyival megoszthattam a kedvenc helyeimet Kyotóban. Mindig, amikor visszajövök, akkor van valami új.
És itt a 13. kis fejezetünkhöz érkezve körbeértünk. Így megfogalmazod bennem, hogy mi volt az egésznek az értelme, mert amúgy szinte mindent megmutattál, és ez szuper volt, mert engem amúgy is már nagyon régóta vonzott Japán, meg az egész családunkhoz így közel áll, mert tanultuk is a nyelvet, de közben meg, hogyha így visszaemlékezek, akkor a legjobb mégis az egészben az, hogy veled is sikerült újra jobban kapcsolódni, mint testvér, és ez nagyon fontos volt. Köszönöm, Júlcsi, hogy körbevezettél. Köszi, Matyi, hogy eljöttél ide, és öröm volt veled együtt. És jövünk még! Jó messzire kellett mennem azért, hogy megtaláljam a testvéremet, de ha már ott voltam, akkor szerintem nagyon jó időt töltöttünk együtt.